Kedves nézőink, a költészet napja mindenkit megmozgatott az országba, április 11-én itt Terézvárosban is jeles eseményre került sor. Hogy hanyatszor és hogyan, arról már hallhattak az Ez történt a héten című összeállításból, most a nyertesek és a Magyar Irodalom Munkaközösség vezetője a vendégem, dr. Bacsonyiné Borján Gabriella, és a győztesek Fekete Sarolta, Sólyom Dorka és Kuzman Gerda. Hogy milyen kategóriában és hogyan mérettették meg magukat, ki fogjuk fejteni a beszélgetés alatt. Nos, volt az Ez történt a hétben, már egy rövid összeállítás. Hogyan készül a munkaközösség egy ilyen versenyre? Mi szeptemberben az 5-ös 10-ben tartottunk egy megbeszélést a kerületben dolgozó iskolai munkaközösségvezetőkkel, és Bökönyi Anikó vezérigazgató asszonnyal, valamint Szebelédi Erzsikével. Akkor állapodtunk meg, hogy ismét meghirdetjük a szépírói versenyt a kerületen belül, hiszen a gyerekek szeretnek és tudnak is verseket, prózát, mesét írni. Február volt a határidő, amikor a beadhatták gépelt példányokban, és ezt egy szakavatott zsűri bírálta el, hogy legyen kellő idejük ezeket a mesterműveket elolvasni és értékelni. Meg is állunk egy pillanatra. Hozzátok, hogy jutott el a hír? Tehát egyáltalán, amikor egy ilyen verseny meghirdetésre kerül, akkor azt az osztályfőnökök mondják, a magyar tanárok mondják, interneten olvassátok. Tehát egyáltalán mi a kommunikációnak a módja manapság? Hát nekünk az irodalomtanárunk mondta mind a két évfolyamban, az A-ban is, meg a B-ben is. Tehát 7.-8. osztályról beszélünk. Igen. És az egyik irodalomtanárunk Gabi néni, ő is szólt, meg Erzsike néni is. Nálatok hogy történt a Vörösmartiban? Nálunk is a irodalomtanárnő szólt, ugye Margit néni, aki úgymond mindig felkészít minket, hogy ez eddig meg van időnk, eddig megcsinálhatjuk, amit beszeretnénk adni, és akkor így volt időnk, főleg amikor írószakkörre mentünk, de ő is irodalomtanárként szólt, hogy azt hiszem, fontos. Hogy első osztálytól kezdve kialakul azoknak a gyerekeknek a köre, akik az irodalom iránt valamilyen utomódon érdeklődnek. Te mikor írtad az első versedet? Ő nekem nem feltétlenül első osztályban alakult ki. Az első versemet olyan negyedik osztályos koromban írhattam. Mi az, ami megfogott téged a versírásba, vagy egyáltalán mi ösztökélt arra, hogy elkezdjél el versekkel foglalkozni? Hát tulajdonképpen csak számomra nagy jelentése van a szavaknak és a szavak erejének, és szerettem volna én is megmutatni az én szavaimnak az erejét tulajdonképpen papírra vetve. Ez úgy hangzott, mintha egy kiforrott személyiségtől hallottuk volna. Tényleg ennyire tudatosan készülnek a gyerekek? Ennyire vonzódnak az irodalom után meg, hogy kifejezhessék magukat? Én azt gondolom, hogy a mai elektromos kütyükkel bíró világban nagyon nehéz olyan gyerekeket találni, akiket érzelmileg megfog a vers. Próbálkozunk, ez is egy ilyen lehetőség, hogy akiben valóban szunnyadnak ilyen kis magvak, azok megpróbálják ezt papírra vetni és tolmácsolni nekünk. De nagyon nehéz, mert ugye a gyerekek hasonlóan, mint a kötelező olvasmány, a verssel is úgy vannak, hogy ja Istenem, ez a kötelező, akkor ezt meg kell tanulni. Tehát nem mindenki érzi át. Ha valakit tényleg jó pillanatban kapunk el, akkor örökre meg tudjuk velük szeretetni a verset. Te miért az irodalomnak a prózai részéhez vonzódsz, és miért nem a versekhez? Hát egy verset nehezebb megírni, mint egy prózát, mert a versben kellenek a rímek, meg úgy minden. A prózánál meg csak az érzelmeidet írod le, hogy amit épp gondolsz, amit épp most eszedbe jutott, ami ma történt veled, és így meg tudod úgymond egy szóban keresni, amit akarsz. Tehát van egy szó, és abban megvan minden érzelmed. Te is a prózát választottad. Miért? Hát igazából én verseket is szoktam írni, és a vers kategóriában második helyezett lettem, szóval azt is ugyanúgy szoktam és szeretem is írni. De hát mind a kettőnek megvan a maga varázsa is, ami előnye és idézőjelben hátránya. Mi az, ami eldönti, hogy éppen egy témáról verset írsz, vagy pedig prózát? Hát tulajdonképpen ez a pillanatnyi hangulatomtól függ, vagy
attól, hogy amikor így megjelenik bennem egy ilyen kép, vagy egy érzelem, vagy valami, akkor azt milyen formában képzelem el. És most hallgassunk meg egy verset, méghozzá Solyom Dorka versét, amellyel első helyezést kapott Létai Dóra színművész előadásában. Solyom Dorka, csend! Befogtam a fülemet egy rövid percre. Elképzeltem, ha siket volnék, milyen lenne. Ha körülöttem a világ elcsendesedne, hogyha csak mély csendet hallanám már benne. Ha a szó, a beszéd már mást jelentenének, boldog lennék vajon úgy is, hogy csendben élek. Hangtalan. Lennének még álmok és remények? Így is happy end lesz a vége a mesének? Csend volna körülöttem, gyöngéd néma szavak. A szépet látnám, hisz csak a fülem volna vak. Látom, néma madarak, halkan csurgó patak, fűfák, csendesen, békében szunnyadó tavak. Hallom, agyam kattogása, halk moraj, búgás, hangtalan léptek nyoma, lelki távolugrás. Keserves csend, fájó szívem és egy nagy szúrás, majd fájdalom, szenvedés, üres hangú sírás. Tompaság, üresség, valamint végtelen csend. Eldöntendő kérdés, hogy ez káosz-e vagy csend? Okot ad ez arra, hogy hibámat rám nekend? Nem kell sajnálni, egyszer a néma is lesz trend. Elengedtem a fülem, s megcsapott a zaj. Halkból hangos lett, fakó táncból üvöltő dal. Jobb volt csendben. Lehet, hogy velem van a baj. Csendet, mondtam, de csak tátogtam. Senki sem hall. Dóri, milyen érzés volt meghallgatni ott színvész által tolmácsolva a versedet, és milyen így most visszanézve, vagy visszagondolva erre? Mindenképpen különleges és megtisztelő érzés volt, hogy a cím mondásakor nem nagy költők nevét hallhattam, hanem a saját nevemet, és természetesen jó érzéssel fogott el, hogy az én művem kerülhetett felolvasásra, előadásra. Említette tanárnő, hogy egy szakmai zsűri állt össze, és értékelte a pályaműveket. A zsűriről egy picit jó lenne, hogyha hallhatnánk, illetve az, hogy milyen szempontok szerint értékelték az beadott költeményeket, prózai műveket, és például mi volt az, ami döntött Dóri verse mellett. Egy háromfős szakmai stáb, szakmai zsűri állt össze, dr. Bundula Csaba újságíró, Terézváros alpolgármestere volt a zsűri elnöke, egyébként ő is értékelt, amikor a díjátadásra sor került. Rajta kívül Brém Nagy Ferenc író, Terézváros magazin felelős szerkesztője volt a másik, és Óvári Gyula esztéta, a Budapest Film ZRT-nek a cégvezetője. A prózai és a vers kategóriában ugye más és más az értékelendő szempont. Nem feltétlenül, például a versnél, amiről itt beszéltünk, hogy esetleg rímekben kell gondolkodni, hiszen van szabad vers is, ott nyilván az érzelmek telítettsége volt az, ami döntött, és hogy a versnek mi a mondani valója, hogy tud szólni a közönséghez. Saci prózai alkotása pedig fantasztikus volt szintén, Létai Dóra előadásában rendkívül megható. Tehát más a kategória, de valóban visszahallani az különleges élmény. Saci, mi a témaválasztásnak az alapja? Mi volt a témaválasztás alapja nálad? Hát nem, szóval nem volt konkrét magánéleti indítatás annak, hogy ilyen ezt választottam. Egyszerűen így egyik este valamiért nagyon rossz hangulatom volt, és egyszerűen ez a téma, vagy ez a helyzet, szituáció jutott eszembe, és akkor ezt leírtam, de nem volt konkrét pillanatnyi, vagy akár bármilyen múltbéli oka ennek. Egyébként, amikor írsz, akkor utána hogyan értékeled a saját írásodat? Átírod, javítod? Erre a versenyre mennyit dolgoztál ezzel az alappal, amit elkészítettél egy este? Hát ez úgy nézett ki, hogy ezt még hát viszonylag régen, nem tudom, kb. Ilyen fél éve írtam meg az eredetit,
de az akkor az nagyon tetszett, de aztán mikor visszaolvastam, akkor viszont nagyon nem. Ezért majdnem az egészet újra kellett, vagy újraírtam, mert véletlenül is ki is töröltem. És igazából a váza maradt meg, meg a kimenetele, de igazából a részletek, meg a megfogalmazás az többnyire változott. Hogyha összességében összerakod, hogy erre az alkotásra hány órát szántál, meg tudod mondani, vagy vissza tudod idézni? Hát összesítve olyan talán 5-5, de nem tudom, mert ugye 2 részben dolgoztam ki, és volt közt a pár hónap eltérés, úgyhogy hát nagyjából 5 vagy 4 órát. Most hallgassunk meg egy részletet ebből a pályaműből, amelyet Saci írt, és amelyel megnyerte a prózai versenyt. Fekete Sarolta, egyszer. Egyszer elmegyek a tengerpartra, mondogatta mindig nagyapa, amikor még én is kislány voltam. Egyszer elmegyek, és magammal viszlek téged is. Folyton erről beszélt, az égbolt és a víz színeiről, a homok puhaságáról, arról, hogyan ragyog a nap, már-már maga is elhitte, hogy látott valaha tengerpartot. Én pedig áhítattal csüngtem minden szaván. De most már nem mesél nekem. Az örökké derűs öreg úr zárkózott, vénaggastyánnál vált. Most már csak a kerekes székét nyikorgatja az ajtó előtt naphosszat, rendületlenül hazavárva Erzsikét. Erzsikét, a nagymamámat, a 16 éve holt nagymamámat. Ha este vacsorához ülünk, ő mindig bedob néhány falat kenyeret az asztal alá kuncogva. Azt reméli, ez boldog meglepetése lesz acsának, a pulinak, aki 3 éve szökött meg tőlünk. Egy májusi alkonyon történt az egész. Kellemes volt az idő, a nap lemenőben volt, és a névnapom is aznapra esett. Az ablak előtt rajzolgatva arra lettem figyelmes, hogy nincs valami, ami lenni szokott. Ez a gondolat nem hagyott nyugodni, de fogalmam sem volt, hogy mi lehet az. Aztán egyszer csak beugrott. Csend volt. Néma csend. Semmiféle nyikorgás, recsegés, ami máskor állónap hallatszódni szokott az ajtó elől. Lesietve a bejárathoz, beigazolódott a gyanúm. Nagypapa valóban nem volt ott. De máshol sem találtam. Felkutattam a ház minden szegletét, de nem leltem rá. Megrémültem. Hamar magamra öltöttem a kabátomat, s nekivágtam hát a falunak a szürkületben. Elmentem a parkba, az egykori közös kedvenc játszóterünkre, el a falubéli legjobb cukrászdához, a bevásárlóközponthoz, egészen a falu széléig is, de sehol nem találtam rá. A rettegés végigkúszott az egész testemen, fogalmam sem volt, mit ébő legyek. Miközben a sötétség egyre jobban rátelepedett az utcákra, és én is gyorsabban szedtem a lábam. Az utolsó ötletem és reményem újult erőt pumpált belém, és céltudatosan a pályaudvarra tartottam. Belöktem a vaskos fakaput, és szétnéztem a váróban. Már sehol egy lélek. Végig szaladtam a peronok mentén, a mosdókba is bekukkantottam, és a pénztárakat is ellenőriztem. Nincs itt. Elkeseredésemben egy padra huppantam le. Feltört belőlem a zokogás visszatarthatatlanul. Nem tudom, mióta kuporogtam ott, de először egy recsenést hallottam meg. Felpislogtam. Aztán egy szapora lihegés, nem voltam egyedül az állomáson. Felpattantam, és körbepásztáztam a terepet. És aztán megpillantottam őt. Vagyis egy alaktalan kupacot a 12-es vágányon. Egy beparkolt vonat mögött domborodva. Oda rohantam hozzá, és legugoltam mellé. Nagypapa! Suttogtam riadtan. Nem látszott belőle egyéb, mint egy nedves, ragacsos halom. Egyszer elmegyek a tengerpartra, motyogta válaszul. Elborzadva bámultam földön túli arckifejezését, és megragadtam a karját. Az észrevétel, hogy tömény véres textilbe markoltam, megriasztott. Nagypapa, szóltam hangosabban ismét. Egyszer elmegyek, és magammal viszlek téged is, felelte, de elakadt a szava. És a légzése. Az enyém is. Nagypapa! Ordítottam most már. De késő volt.
Könnyes szemmel felpillantva az első, amit észrevettem, a vonatjáratok kiírása volt. Az utolsó a 12-es vágányról indult, a horvátországi tengerpartra. Már egyedül ácsorogtam az állomáson, forró fejjel, nagyapával, tengerparttal. Gerda is itt ül körünkben, ugye nem Erkeles, hanem a Vörös Martiból érkezett ide hozzánk. Természetesen Terézvárosról beszélgetünk, és Terézváros általános iskoláiról, Terézvárosban író, alkotó gyerekekről. Szóval ti csoportban dolgoztatok. Most itt megkérdeztem az előbb a lányokat, hogy milyen indítatással, hogyan írták nálatok egy csoport, hogyan hoz össze egy ilyen novellát, pályaművet? Hát úgy volt, hogy írószakkörünk volt, és ott általában, amit aznap tapasztalunk, azt leírjuk egy versbe vagy egy prózába. De most, mivel a egyik barátnőmnek névnapja volt, ezért megkértük Margit nénit, a tanárunkat, az írószakkörös fejlesztőnket úgymond, hogy ha csináljunk egy ilyen színdarab jelenetet, azaz, hogy kitalál egy szituációt, és azt nekünk el kell játszani saját szavakkal. És senki se akarta letenni egyáltalán a telefont, és így Margit néni már nem kicsit mérges volt ránk, mert ugye megkérte kedvesen, aztán már mérgesen, és így jött az, hogy akkor legyen benne a szerepbe a telefon. Utána a János Vitézt kaptuk, hogy azt formáljuk át saját szavainkkal, és még akkor se akartuk letenni a telefon. Ezért mondta Margit néni, hogy akkor ő átírja, mivel ugye ő könyveket ír, ugyanúgy, átírja nekünk abba, hogy mi előtt tudjuk adni a kápolnába. Ami hát ilyen karácsonyi előadásnak úgymond. És megírta, aztán következő nap kaptunk egy ilyen szöveget, amit nekünk be kellett tanulni, és benne volt az is, hogy telefont kell használnunk, tehát mindenki örült, úgyhogy igen, így jött létre ez a mobilos Jancsi, és a János Vitézből szedtük ugye ki, mert hogy ezt mindenki ismeri. Egyébként mennyire érdekes, hogy a napi problémákat, a napi életet hogyan lehet az irodalomba beleültetni. Mennyire jellemző ez a fajta kommunikáció a tanárok és a gyerekek között egy-egy irodalmi téma kapcsán? Bármilyen szituációban alkalmazható, és tényleg, amit kitalálta a Gerdáék, az fantasztikus volt, hogy egy gonosz mostoha, amit annak idején ugye Petőfi megálmodott, vagy Jancsi és Iluska a mai 21. században, hogy mobiloznak, vagy hogy wellnesselnek. Megdöbbentő. De ez a 21. század. Tehát átültethető, mint ahogy egy drámai mű is a 21. századnak megfelelően bármelyik színházban színpadra kerülhet. Gondolom, hogy volt valami előválogatás a magyar munkaközösség részéről, vagy pedig minden mű eredendően bekerült a zsűri elé? Minden művet továbbítottunk, tehát itt nem volt szűrés. A feltétel mindössze annyi volt, hogy gépelt formában kerüljön a zsűri tagokhoz. És ők értékelték. Közel 30 pályamű érkezett be, és tényleg nagy boldogság, hogy ismét itt Terézvárosban ezt a nem mindennapi hagyományt felélesztettük, mert hogy a többi kerületből ezt nem nagyon hallottam. Egyébként eszembe jutott, hogy van ugye drámaíró verseny, aztán különböző írók éjszakája programok, hogy mennyire jó, hogy ez sikerül valamilyen úton módon a terézvárosi gyerekek között és az irodalom szeretők között megvalósítani. Mi lesz a pályaműveknek innentől a sorsa? Tehát tegyük föl, most látták ezt a híradást, az Ez történt a hétemben, illetve itt nálunk ezt a beszélgetést. Azt gondolom, hogy elég sokan érdeklődhetnek, hogy na, hát én nagyon szívesen megnézném, elolvastam a többi művet is, hallanám az egészet teljes terjedelembe. A Vörös Martisoknak ugye a darabját be se tudtuk most itt mutatni, tehát mi a sorsa, hogyan kerülhet ez a nyilvánosság elé? Hát a honlapra mindenképpen szeretnénk ezeket a mesterműveket föltenni. Melyik honlapra? Iskolai honlapokra először, és nem titkolt szándékunk az Ötvös Tízzel közösen abban gondolkodnánk, hogy esetleg jövőre egy olyan külön számot jelentetnénk meg Terézvárosban,
ahol a gyerekek írásai is természetesen a szülők hozzájárulásával megjelenhetnének. Sőt, egy picit tovább megyek, a valóban irodalom, vers, próza iránt érdeklődők meghallgathatják a gyerekeket élőben is. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó ötlet, közben mosolyogtatok magatokban, mert egész biztos valami eszetekbe jutott. Hát nekem az jutott eszembe, hogyha elő tudnánk adni gyerekeknek, óvodásoknak, vagy akkor ők mit éreznének, hogy ők megértenék azt, amit mi akartunk megformálni, vagy valami mást. Más jutna eszükbe, hogy nekik ez nem tetszik, de amúgy jó a hangulat, vagy ilyesmi. Uh-huh. Nekem ezek jutottak eszembe is. Ez már is egy nagyon jó ötlet. Igen. Te is közben elmosolyintottad magad, tehát neked is valami beugrott. Igen, számomra is érdekes lenne, hogy melyik korosztálynak mit tükröz vissza a versem, vagy az általam leírtak, és hogy ők milyen formában látják azt, amit én másmilyen formában látok. Hát nekem most éppen az jutott eszembe, hogy hasonló, mint a Dorkának, hogy amit én írtam, ugye számomra pont ezek a versek egyébként nagyon fontosak, és hogy nagyon sokat is sokat jelentenek meg maga, amit tehát nagyon sok személyes dologhoz köthető, például a versem, amit beadtam, vagy egy-egy próza, és hogy ez vajon másoknak, akik mondjuk ezt elolvassák, nekik mit fog jelenteni, vagy mit, mihez tudják ezt kötni, vagy tudják-e egyáltalán valamihez kötni, ami személyes. Hát reméljük, hogy mindenkiben valamilyen érzelmi töltetet fog kiváltani ezeknek a műveknek a nézése, meghallgatása, olvasása. A nézőket buzdítom, hogy kattintsanak majd rá a honlapokra, a pedagógusokat, meg a munkaközösséget, hogy valóban kerüljenek föl online felületre, hogy a nyilvánosságot meg lehessen teremteni. Nektek pedig a jó kedveteket köszönöm, illetve az, hogy szeretitek az irodalmat, szerettek papírra vetni dolgokat. Azt gondolom, hogy géppel is nagyon jó írni, de amikor kézzel az ember leírja a gondolatait, az egy különleges élmény, egészen más lesz a versetekhez fűzött viszonyotok, hogyha nem gépbe írjátok eredendően, szóval írjatok, alkossatok, sose lehet tudni, mi lesz a végeredmény, jelen esetben két első díj, egy külön díj, és azt gondolom, mindannyian nagyon-nagyon gratulálhatunk nektek tiszta szívből. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sok sikert tovább. Köszönjük szépen.